Jó estét, jó napot kívánok, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket. Ez itt a heti libazsír, és egy nagyon kedves kollégát cibáltunk ide. Ezt most nem mondom, hogy a Szegvári felel érte, Simkó Jánosért együtt felelünk, mert együtt, mind a ketten régóta szeretjük, és sokat dolgoztam én vele, szerintem a Kati kevesebbet. És szinte naponta olvasom a Facebookon, ahol ilyen egyfajta népművelői tevékenységet végez. Vicsek szerint közszolgálat. Közszolgálat. Éppen igen. Aktuális születésnaposokat, írókat, költőket, képzőművészeket ismertet meg az ő közönségével, és én nagyon élvezem ezeket az írásokat, bár sok mindent tudok sok mindenkiről, de azért új szempontok is jönnek, és az jó. Az az igazság egyébként, hogy mi ezt így végig szoktuk beszélni, tehát ide hívunk valakit, és utána 35 percig beszélünk egymással. És az illető nem tud megszólalni. Szóval, hogy én azt szeretem benned, csak hogy ilyen szédelgően feldicsérjenek, hogy amikor te a Magyar Rádióba felbukkantál, akkor te egy úgynevezett elvtárs voltál, és kellő gyanakvással fogadott ott téged a Magyar Rádiónak az ilyen acsargóan egymásba kapaszkodó és csak egymást számon tartó része, melyhez én is hozzátartoztam természetesen, hogy jött ez a pasas és mit akar. És amikor elkezdtél dolgozni, pont úgy rakolni, mint mi, mert hogy főnöknek hívtak oda téged, de abszolút önkéntesen alulról kezdted, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ez volt a látszat, ugye? Hogy ez látszat volt, vagy tényleg így volt, akkor mi erről a te verziód? Mondanám a tényeket. Jó, ezek nem voltak tények. De onnan kezdve, hogy közgazdász vagy. Ez abszolút így volt. Nekem ez a legmeglepőbb. Közgazdász vagyok, meg szociálpszichológus. De ezt majd talán később, mert mostanában elég sokat dolgozok coachinggal, és azért, hogy ne csak a három művész mutatványt tudjam, mert hát ma már minden második ember, nyilván ti is coachok vagytok. Elvégeztem a... Igen, tudom. Hunyadi professzornak a doktori iskoláját az ELTE-n, és akkor annak lett egy elméleti háttere. Így aztán tudok emberekkel felelősen beszélgetni, bánni. Na, szóval rádió. Igen, elvtársként jöttem. Nem igazából tudom, hogy miért, de Moszkvából jöttem. Hazajöttem Moszkvából, és nem tudtam, hogy mit csináljak. Ahol mit csinálta? Társadalomtudományi Akadémián végeztem, és ott kaptam egy másik diplomát. Szervezetek értékelemzéséből írtam. Ezek különböző matematikai funkció per költség dolgok, mindegy. És nagyon jó barátom volt a Vajda Gyuri, aki ott a Csák Elemérnél volt olvasószerkesztő. Egyébként egy egészen kitűnő figura. A Vajda Gyuri, bocsánat, ez egy pici zárójel, az az olvasó szerkesztő volt, hogy a Váradi Julit, amikor leküldte a Csák Szegedre valami színházi bemutatóra, akkor a Vajda Gyuri is lement és megnézte a színházi előadást, és utána hallgatta meg az anyagot. Szóval csak az igényessége meg a felkészültségére egy apró példa. És a Gyuri azt mondta, hogy egyik nap ilyen recsegő hangon beszélt, és mondta, hogy hétfőn vár téged Hárselvtárs a Magyar Rádióban. Mondom, kicsoda? Hárs István, a Magyar Rádió elnöke. De mondom, Gyuri, hogy kerülök én oda? Hát azt mondtad, hogy most nem tudod, mit akarsz csinálni. És ez tényleg így volt, elmentem. Na már a közgazdaságtan egyáltalán nem érdekelt? Tehát nem akarták közgazdaságtan? Dolgoztam 2 évig a Távközlési Kutatóintézetben közgazdászként, de hát ott nem az volt az érdekes. Ott az egy mérnöküzem volt. Ráadásul egy olyan időszakban, ahol a közgazdaságtannak az izgalmasabb része elő se került. Hát az egy szocialista, tudományos nagyüzem volt, hát, mint minden kutatóintézet, de annyiból érdekes volt, hogy azért ott volt egy kémiai kutatóintézet, egy erdészeti tudományos intézet, egy országos borminősítő intézet. Ez egy olyan régió volt, ahol tele volt jobbnál jobb értelmiségi parikkal a környék. Na, Erzsike nevű titkárnő fogadott hárselvtársnál, és mondta, hogy hárselvtársnak nagyon kevés ideje van. Úgyhogy, ha lehet, Simka elvtárs 10 percben.
bementünk, és elkezdtünk beszélgetni, és egy nagyon-nagyon jó ízű másfél órás beszélgetés lett belőle. És én úgy jöttem onnan ki, hogy főmunkatárs vagyok a elnökségen. Fogalmam nem volt, hogy mi az a Magyar Rádió, egy pici benyomást szereztem a hírszerkesztőtől, és elég jó volt. Az input az kettős volt, mert amikor bementem a Bródi kapun, mert én azt tudtam, hogy Bródi Sándor utca 5-7, tehát nem tudtam, hogy még onnan is van bejárat. Az elnökségre a Pollák Mihály tére. Így van, de ezt nem tudtam. A Bródin Népszavából kolbászt evett a portás. És ez nekem jó antré volt, mert nekem, de nem. Persze, aztán tanítottam, hogy hol a gyengébb láncem egy szervezetnél, és hát ahol kolbászt esznek, amikor vendég jön, akkor mit tudom én. De ez nekem azért volt jó, nekem a Népszava miatt volt jó, mert az én nagyapám nagy szocdem volt. Uh-huh. És nálunk a Népszava az úgy járt, az a legtermészetesebb volt. És aztán Andrassev időszakban én elég sokat írtam is a Népszavába, majd egyszer csak azt mondtam, hogy na nem. Egy hónapig voltam az elnökségen, és akkor én bementem a hírszerkesztőhöz, és mondtam neki... Akit tegyük hozzá, egy fantasztikus ember. Egy fantasztikus ember volt, és hát mindenki tudja, hogy a hírszerkesztő az a keresztneve, stb. Mondtam neki, hogy ez így nem lesz jó. Egyrészt én nem tudok tanácsot adni, ismerkedem a rádióval. Neked kell egy előre tanácsot adni. Tessék nekem valami olyan helyet mondani, ahol munka van. Ahol munka van, ahol én ezt meg tudom tanulni. És akkor Márton Anna. Tudományos rovat vezetője volt. Így van. Egy fantasztikus nő volt, most már ugye mindenki fantasztikusnak van nevezve. De tényleg az volt. Magyar Rádióban volt valaki, de mindenki. Mert hogy a kicsi rendetlen asztalán azért a párizsi magyar füzetek ott volt. Nyilván a Zsófi, Mihancsik Zsófi tette oda. Márton Anna mindent olvasott, mindent tudott a társadalomtudományokról, arról szóló publikációkról, szerzőkről, miközben egy autodidakta ember volt, nagyon messziről érkezett oda. Hát egyedül Simonfi Géza állt velem szóba, aki egy Ez a tudományos rovasztó, ez nagyon sokat adott magára. Igen. És ott nem könnyen bevehető várnak számot. De ott volt bennem a Vajda üzenete, aki azt mondta, hogy ha te ide kerültél, akkor légy szíves, Mihancsikot hallgass. Vegyél ki az archívumból Mihancsik felvételeket, és azt hallgass. És én kivettem Mihancsik felvételeket, presszerrel készített interjút, presszer zongorázott, kis szünet, Mihancsik kérdez, beszél, megbeszélteti a presszert, kis zongorajáték, fantasztikus volt. Egészen szó szerint elvarázsolt a dolog, és akkor ilyen ikon lett nekem a Mihancsik, akivel persze nem tudtam valódi szót váltani, egyrészt nem érdekeltem, mert ő el volt foglalva komoly emberekkel, és sok-sok év kellett, amíg én elkezdtem írni a Galamuszba. És összejött egy olyan Galamusz az a honlap volt, amit Mihancsik Zsófia évekig működtetett. És nem akármilyen honlap volt. Nagyon magas színvonalú értelmiségi publikációknak adott teret. És akkor sok-sok év után találkoztam igazából Mihancsik Zsófiában. Tudományos rovat, 1 millió fantasztikus sztori, lehet itten. Persze, hát abszolút, azért vagyunk Eke itt. Károly, szintén tudományos rovat. Ó, ezt a nevet talán még emlék, vannak, akik emlékeznek rá. Ő különösen nagy szeretettel egészségügyi tartalmú riportokat adott közre. Egy nagyon sajátságos ember volt. Igen. Rá bíztak Eke Károlyra, hogy vigyen el engem egy tudományos konferenciára, ahol híres magyar mérnökök tartanak előadást a jövőről. Nem tudom pontosan. Tegyük az egy Eke Karcsit, az kevésbé érdekelte, mint tényleg. Mindegy, de ez volt a feladat. Igen. Ez volt a feladat, Műszaki Egyetem, és ugye a díszvendég az Baj Zoltán volt. Nekem az volt a feladatom. Államtitkár. Baj Zoltán, ő mérte meg a hold és föld távolságát. Akkor először egy híres amerikai tudós, bocsánat. Én voltam. Igen. Nem, az én nem. Hát, igen, van név hasonlóság van. Az volt a feladatom,
felkészültségemnek megfelelően, hogy szerezek egy szobát, ahol a Bay Zoltánnal interjút tud készíteni Eke Károly. Emlékszem, ez a kémia épület, tehát mindjárt a Műegyetemnek az első része, első emelet, benyitottam az első szobába, két, gondolom, tanársegéd, vagy fiatal kutató pornólappal a kezében. És akkor mondtam nekik, hogy jó napot kívánok, Simko János vagyok a Magyar Rádiótól, először mondtam ki, a Bay Zoltánnal szeretnénk interjút készíteni. Nem dolgozik itt. Pont olyan hülyék voltak, mint én. Ez remek antré volt, mondtam, hogy én csak szobát jöttem foglalni, ők segítenek. Meg volt a szobafoglalás, elvégeztem a feladatomat. Igen, ám csak aztán az Eke Karcsit elsodorta az élet, mert ott találkozott még három olyan emberrel. És nem ért rá Bay Zoltánra? Vagyis Bay Zoltánnal nekem kellett beszélni, úgyhogy még soha nem beszéltem. Esti krónikában elhangzott, miután semmi nincs meg a Magyar Rádió archívumában, de hát ha előkereshető. Tehát az Esti krónikában azt hiszem 2 perc, természetesen nélkülem. Mert kirágták a kérdéseit. De a nevedetben nem mondták? Volt, persze. Az fegyelmezett társaságot, azt tették bele, ami érdekes volt. Hát egy hírműsor. Te és az eszedbe se jutott, hogy mondjuk a gazdasági szerkesztőségbe, ami mégiscsak közelebb állt. Nem jutott eszembe. Hát hogy jutott volna eszembe? Hát ugye én a Társadalomtudományi Akadémiáról érkeztem, elég erős társadalomtudományi érdeklődéssel, és hát nagyjából mindenkit ismertem azért itthon is. Jó helyen volt ő a tudományos rovatnál. Igen, én is azt gondolom. Tehát a Tamás Palitól a Kériékig, náluk sokat voltam a lakáson is, sokat dolgoztunk, de hát mindenkit akkor tényleg, aki kidugta a fejét, és mert érdekeseket mondani. Na, így kezdődött, és aztán belpolitikai rovat. Ott kitaláltam egy vonzáskör nevű műsort. Elkezdtem ilyen civil szervezetekkel foglalkozni, de volt ilyen népfrontos beütése is. Nagyon gyorsan elszemteledett, és már műsorokat talált. Így van. És sajnos gyorsabban kell haladnunk. Ő találta fel melyik volt az életed főműve, szerintem. A Magyarországról jövök című az életem főműve, de előtte volt egy korkostoló, egy tudományos... Tudom, a korkostoló is nagyon jó. De a Magyarországról jövök az az igazi. Igen. Azzal megelőzted a korodat, mert az olyan riportás volt, amit, és túl is élt téged, ami a te rádiós működésedet illeti. Igen. Igen. Nagyon jó emberek vették át, és aztán ma már én nem szerkeszteném ezt a műsort valószínű. Mert Pikó Andrisnak tudtam átadni a vezetőszerkesztést, utána Wagner Marinak, és ők már kiképzett űrhajósok voltak, mert hát ugye ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Én egy belvárosi gyerek vagyok, a vértanúk terén nőttem föl, ez leánykori nevén a Ságvári Endre tér. És fogalmam nem volt, hogy hol van Magyarország. És itt kitalálódott, vagy kitaláltam valami olyasmit, hogy megismerjem az országot, és ez szó szerint így volt, hogy én heti legalább 2 napot valahol vidéken voltam, és ez 7-8 évig elképesztő volt. Tényleg valami fogalmam. De a te személyiség fejlődéseden kívül ez használt azoknak is, akik hallgatták ezt a műsort, mert pazarnak. Az a műsor azért volt. Ez volt benne. Jó, mert volt, persze volt a vidékről, de az a falu rádió volt. Ez egy társadalmi oldal és alulnézet volt, tehát ez egy kicsit szociografikus. Nekem, mint hallgatónak azért volt érdekes, mert igazi sztorik voltak benne, történetek, emberi sorsok voltak. Tehát jó, meg lehetett ismerni a vidéket, itt ez van, ott az van, de a sorsok messze túlmutattak egy ilyen ismertetőn, nekem legalábbis. Igen, ez így volt, és ami a nagy találmány volt benne, hogy kiderült, hogy a Bródy Sándor utcán kívül vidéki nagyvárosokban is hihetetlenül tehetséges újságírók és rádiósok vannak. Ez tartotta életben a műsor. Tehát így került aztán helyzetbe, ha tetszik, Pikó Andris, Sándor Kata,
De hát mindenki, az összes Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok, Szeged, Pécs, a győri stúdió, és én kettő stúdiót építettem is, mert fontosnak gondoltam, hogy legyen Kaposvár is, meg Szombathely is. Úgyhogy... De volt olyan rádiós vidéken, akit aztán felhoztál ide Pestre? Több is volt. Voltak itt nagy örömmel, és ma is szívesen hallgatók volt. Kevésbé. Igen, kitűnő riporter lett Kis Péter Ernő, Pikóékról beszéltem, Gyurica Péter Szolnok. Szóval sok jó ember. Az a helyzet, hogy az a rádió elmúlt már, amelyikbe te ezt létrehoztad, ahol egyébként majdnem, talán voltál is elnök helyettes, és majdnem elnök is voltál, vagy pályáztál? Pályáztam, de nekem nem volt olyan jó ötletem, mint az akkori elnöknek. Hajdú István lett a Magyar Rádió elnöke, én a Szirányi alatt voltam elnök helyettes, és utána megpályáztam az elnökséget, mert a János az egy igazi zenész volt, tehát... Szabadon szárnyalt? Bartók és a rádió között. Ő egy nagy álmodozó, fantasztikus ember. Nagyszerű ember volt, és az, hogy valami zenei műveltség is ragadhatott rám azért. Az, neki köszönhető? Mert neki köszönhető, hogy Vásári Tamásra mindig beültetett, ugye? És azért az nem mindegy ott a Zeneakadémián. Mondd, amikor ma elmész a Bródy Sándor utcán a rádió előtt, akkor az érzelmes ember vagy? Igen. Igen. Na. És az neked fontos helyed volt a te életedben? Mert számszerűleg... A legfontosabb. Igen? Kati, a legfontosabb. Mert egy idő után befogadtak. A igen, történet klasszikus, igen. Talán ismered is. Csináltam a 168 órának, készítettem a 168 órának Kosári Domokossal egy interjút. Mindent elolvastam Kosáritól, iszonyatosan felkészültem. És egy jó beszélgetés lett belőle. Ugye a Mesternek az volt a nagy dicsérete. Mester Ákosról beszélünk. Mester Ákos, igen, a 168-ra szerkesztőség vezetője és mindenféle mozgatója. Az volt a legnagyobb dicséret, hogy azt mondta, hogy rendben. Képzeld el, hogy én nem csak a Kosárival csináltam interjút, hanem ő maga elvitt engem az édesanyjához. Úgy Kosárinél, Réz Lolával is. És ott ült Kosári isteni. Domokos, miközben a mamával interjút csináltam. Ez isteni. Utána csináltam Kosáriról egy kétrészes filmet. Ezt muszáj elmesélnem, de aztán visszatérek a 168 órához, nem felejtem el talán. Csináltam egy kétrészes filmet Magyar Televízió megbízásából. És az első az a dolgozó szobájában volt az akadémián a Kosárinak, ahol Odze György volt a sajtófőnök, Gyuri, isteni ember, leültetett minden, mindjárt jön a professzor. És a hangtechnikát hozó srác a nagy darab fémbőröndöt így rácsapta, tudom más szóval is mondani, a Kosári asztalára. Bejött a kis öreg, amúgy is egy ilyen kicsi mérges öreg úr volt, vörös lett a feje, és mondta, hogy 1 millió forintért restauráltattam Széchenyi íróasztalát. Tűnjenek el! Na hát nem lett eltűnés, csak innen kellett felállnom és megcsinálni. Az interjút vele. A második rész pedig Dörgicsén már az ő házában, nyaralójában. Akkor ezek szerint megbékítetted, és elégedett abszolút volt. Abszolút megbékítettem, és azért csak zárójelben mondom, hogy a Dörgicsei könyvtár egy picit erősebb volt, mint a Tudományos Akadémia könyvtára. Ez a fantasztikus, tényleg. Balatoni nyaralóban ilyet ritkán lát az ember. 168 óra. Meghallgatták, ugye ott sorba ment az Agfa szalagon az anyag, meghallgatták, és a Györfi szólalt meg, hála jó Istennek, elsőnek, és annyit mondott csak, hogy lehet, hogy ez a Simkó nem teljesen seggfej. És akkor nekem meg volt. Ez volt a... Ez a Pulitzer díjad, mi? Így van, ez volt az első. Igen. Igen. Ez nagyon nagy esemény volt, és onnantól föl is lélegzett az ember, tehát hogy máshogy lehetett közlekedni meg. Ez nagyon érdekes, ez a vallomás, amit
35 évvel később teszel, vagy mit tudom én, hát az 80-as évek közepéről beszélünk. Úgy van. És most meg az 35 éve legalább, hogy még most is hallom rajtad az érzelmeket. Tehát, hogy hallom a feszültséget, hogy neked mennyire nem volt ez mindegy, és hogy mi milyen gonoszul, tehát, hogy neked meg kellett dolgoznod azért, hogy... Nem, hát aki nem ott született a pagodába, az nem sokat számított. Igen, mert minket a rádió fölnevel, tehát, hogy a mi generációnk az már kezdte úgy, és hogy egyetem után tehát én tudom, hogy volt, tudom, aki nem feladta volt is. Neked könnyű életed, de nem. Nem sajnálom magam, mert nagyon jó lecke volt, és fantasztikus téged. Emberek voltak. Hát utána rendszeresen dolgozhattam a gondolatjelbe, az az én utolsó pályám a rádióban. Milyen volt az utolsó nap a rádióban neked? Volt, az nagyon egyszerű. Besétáltam Kondor Katalinhoz, és mondtam, hogy Kati, én felállok. Én ezt nem tudom vállalni. Te minden pénteken vezetted a Magyarországon a Jövők című műsort, tudod, hogy nekem mit jelentett a Vidék magazinja, tudod, hogy milyen kapcsolataim voltak a vidéki stúdiókban, ő meg kirúgta. A vidéki stúdió közel 60 munkatársát. És hát tudósító. És te azért álltál föl, ez már nekem nem volt meg, vagy ha tudtam, elfelejtettem. Abszolút ezért álltam föl. Kati mondta, hogy hát nem, most ez elhamarkodott, és indulatos vagy. Igen, az voltam. Indulatos vagy, mire a helyemre értem, ott volt a Szijjártónak a papírja, hogy írjam alá. Szóval... Azért gyorsan intézkedtek. Elég gyorsan intézkedtek. A hír szárnyakon jár. Igen. Igen, és azóta egyetlen egyszer voltam benne, egy csoportot vittem a rádióban, most is elérzékenyülök, és nem tudtam enélkül. Tehát miközben akkor már tanítottam ugyanott, ahol a Szegvári Kati Ancsel Évát, hogy ha mondat közben csend keletkezik, egy picike félreérthető csend, az olyan, mintha megnyílna halkan egy ajtó, és az ember betekintést nyer oda, ahol nagy dolgok éppen most történnek. Ott nagy dolgok történtek. Tehát ennyi, néhány év után visszamenni oda, ami a legfontosabb volt az ember életében, és ahol barátai voltak, meg barátai benn ragadtak, az egy érzelmes dolog volt. De utána már csak tanítottál ezek szerint? Nem. Kalandos volt az életem. Jártam 2 hónapig a cipő mellett, és hát azt mondtam, hogy nem létezik, hogy 2 diplomával, 2 tűrhetően beszélt nyelvvel, ne találnék valamit, és nem találtam. Tehát szembesültem valami olyasmivel, ami nem volt másik magyar rádió akkor. És akkor a MUOSZ pályázatot hirdetett az újságíróiskola igazgatói posztjára, és igen jó erők versenyeztek. De sikeres pályázatot írtam, és akkor én lettem Földes Anna utána iskola igazgatója. És milyen érdekes a világ, nagyon-nagyon sok év után újra. Magyarul, hogy februártól elindultak a igen, tudom, olvastam. Kurzusok ismét. És, ja, hát, és hogy most újra az vagy? Most, hogy újra az. Hát ezt én például nem tudtam. Hát akkor miért nem teszünk úgy, mintha ezzel hívtok volna? Hiszen csak most múlt február. Milyen hülyeség. Hát miért az nem elég? Na jó, hát gratulálok, hát ez nagyon jó dolog. Nagyon azt jó nem dolog. Tudom, hogy azok az újságírók, akiket ti neveltek ott ki, azok hol fognak elhelyezkedni, de legyünk optimisták. Vannak hallgatók, elég sokan? Sokan vannak, 43 fő van. És 2 nagy kurzus van, az egyiket az EGON vezeti, egy rádiós televíziós képzést, ő a gazda, de van egy alapképzés. Összesen 84 órát kapnak, az alapképzésben meg minden újságíráshoz mégiscsak szükséges. Műfajelmélet, médiaetika, de Autmagdi beszédtechnikát tanít, sok minden. És a másik az pedig kifejezetten az online platformokra. Egy kurzus, mert arra megy a világ, és arra jelentkeztek a legtöbben. Tehát. Hát persze, hát normál. Igen, viszont őszre nagy növekedésre számítunk, újabb kurzusok. Majd a beszélgetés után a hölgyekkel is jó lenne beszélgetni erről, csak ez itt nem lenne túl ízléses. És Libazsírt tudnánk tanítani, érted? Például. Ez egy felkérés volt.
Na, csak azt akartam mondani, hogy ahogy téged ismerlek, akkor ebből nemzetközi hálózat lesz. Pontosan. Lesznek BBC-s, ARD-s előadóink, és tegnap jöttem meg a Miskolci Egyetemről, ahol előkészítettem egy együttműködési megállapodást. Nem tegnap ismertem meg a versenyzőt. Aha, értem. Hány? Te ebben éled ki magad, igen. Hogy hány azt imádod. Hány követőd van a Facebookon, akik ezeket az ismeretterjesztő és szórakoztató? 50 olyan, aki szinte minden nap, és aztán attól függ, hogy hát ma kevesebb lesz, mert Ág István lesz, azt hiszem este, de majd két nap múlva jön Chagall, és akkor sokkal több lesz. Te szóval... mi szerint csak születésnapok köré szervezett, csak nem mindig. De. Születésnap vagy halálozás, igen. Az is érdekes lehet. Ő még ismerte Pintér Dezsőt, és tudja, hogy a névnap, születésnap azok nagyon nem. Hát szent és fontos dolgok. Ez csak a dobbantó természetesen. Ha valaki olvassa, az látja, hogy én mindig előre nyomok valami olyat, ami ma is úgy hangzik, mint hogyha... Igen. Aztán mindig van benne egy olyan pici rész, ami nekem mi közöm van hozzá. Tehát egy kicsi személyes, és aztán a kortársak hogy látják a... Nem bízd pihenni, nyugton maradni. Nem, szeret szerkeszteni, meg kitalálni. De nem, ez hidd el, hogy miközben tudom, hogy rohamosan öregszem, és felejtek, és nem tudom. Nem, egyikünk se. De, hát ti nem, de én érzem, muszáj, hogy karban tartsa magát az ember, és ez nekem egy isteni játék. Tehát, hogyha ami egy követőm van, addig én ezt szívesen játszom. Hát én biztos, mert én minden rendszeresen. Még gyorsan azt akartam szóba hozni, hogy az által nagyon szeretett Mandur Lászlónak a fotóihoz te írtál teljesen irodalmi látszatú szövegeket, ezt én megspendírozom, mert ki vagyok én, de hogy azok nagyon minőségi szövegek. Igen, én meg... És azok nagyon minőségi fotók voltak. Mert az ember minőségi volt. Az a politikus, akinek volt egyébként valóságos karaktere is. Hogy és... politikus volt, vagy fotóművész, én az utóbbira buksolnék. Igen. Igazából ki is jött a pártjából, és egészen kiváló fotós lett, és ezt nem én mondom, hanem Keleti Éva, Kornis, és még sokan. Tehát, hogy... A fotóművész szövetség úgy, ahogy van, elismerte az így ő létezését. Két komoly munkánk volt, az egyik ez az árnyáték, amiről beszélsz, ahol egy fotóhoz kép alá melléírásokat csináltam, és miután hihetetlen jó fotók voltak, nagyon össze kellett szedni magam. És sikerült összeszedni. A másik nagy termék, az pedig egy közös gyerek, egy Döröske című könyvünk, egy ekkora, ez nem viccelek, ekkora album, mert hát a képhez méret kell, nincs mesélet, nem lehet ekkorában egy sem. Mandur fotói, lementünk Döröskére, eltöltöttünk nagyon-nagyon sok időt, ott aludtunk, mindenkit megismertünk a faluba, sok-sok pálinkával, és minden, ami vele az élet jár, fantasztikus embereket, tényleg, hát és most is életben csodákat. Tartod az ő munkáit, mert abszolút. Váratlanul valamiről eszedbe jut, akkor ott van egy Mandur igen, fotó. És a Döröskére, mindenkit lefotózott a faluban, képzeld el, minden embert. Uh-huh. Tehát mindenki hajlandó volt ott a kamera elé állni, vagy így, ugye? Nem. De úgyis. És ahhoz írtam szövegeket, és azt pontosan tudjátok nálam sokkal jobban, hogy 5 nagyon jó sort írni, egy kicsit nehezebb, mint 30 oldalt. És ezt én komolyan gondolom, de tényleg. Igen, ott az nagyon nem mindegy. Jaj, lejárt a mi időnk, sajnos. Lejárt a mi időnk, azért az utolsó 50 másodpercet elsporolni a Simkótól, az nem nagyon kollégiális, ennyit mondhatok. Úgyhogy sok sikert kívánunk a tanulásod, de csak ekkora számok vannak velük szemben. De nem nézi a kolléga. Szóval azt akartam mondani, hogy van még 33 másodpercet. Igen. Szépen mondd el, hogy jövő tavasszal, vagy nem, most van tavasz, szeptemberből indul az iskola kibővített változata a múltban? Így van. És ebben éled ki majd akkor az összes ambíciót? Együttműködünk Polyák Gáborékkal, az ELTE kommunikációs tanszéki vezetőjével. Együttműködünk most már szinte biztos a Miskolci Egyetemen. Lesz 2 szemeszteres felsőoktatási képzés, egyetemi végzettséget adó
képzés, és lesznek ilyen felnőttképzésű kurzusok. Már OKS kurzusok. Nem oká, de a felnőtt képzés mostani alig megismerhető rendszerében, igen. Erre van a MOSZ-nak jogosítványa is. Én azt kívánom, hogy azzal nem lesz probléma, hogy te talpra állítod ezt az iskolát, és menedzselni fogod. Meglátjuk. Ezt már láttam, hogy ez neked menni szokott, hogy az ott végzetteket, hogy sikerül szétszólni a magyar sajtóba, ahhoz kívánok sok sikert a hallgatóknak, és neked is. Jó, hogy itt voltál. Köszönjük ez a legfontosabb. Szépen. Én köszönöm nektek. Köszönjük szépen, és Libazsír lesz a jövő héten, és titok még, hogy mi lesz. Vagy nem titok? Hát én nem tudom, Vargát fölhívtad? Milyen Vargát? Na jó, ezt majd elintézzük egymás között. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!